Sziasztok! Ebben a gyakorlatban a körívekkel, ívekkel fogunk foglalkozni. Azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk úgy szerkeszteni, hogy az egyenesek, ívek, körívek egymással érintő folytonosan csatlakozzanak. Főleg a gépészet területén számos olyan szerkesztés van, amikor eltérő sugárral jellemezhető íveket, köríveket kell egymáshoz illesztenünk úgy, hogy azok érintő folytonosan csatlakozzanak egymáshoz. A képernyőn látható az a rajzfeladat, amivel ezt a problémát szemléltetni szeretném, és remélem, hogy sok olyan tippel lesztek gazdagabbak, amelyek megkönnyítik majd a jövőbeni munkátokat. Kezdjünk is neki a feladatnak. Az első feladatunk az, hogy megrajzoljuk a két fő körünket. Vegyük fel az elsőt. Ennek a sugara 20 rajzi egység volt. Azt tudom, hogy a nagyobbik kör ettől a kisebbik körtől x irányba 60 egységre helyezkedik el. Kiszerkeztem ezt a távolságot, F8-ra bekapcsolom az ortót, és fölmérek 60 rajzi egységet. Majd az így kapott ponttól függőlegesen fölfele fölmérek 80 rajzi egységet, azaz kiszerkesztettem a nagyobbik kör középpontját. A nagyobbik kör átmérője 80 rajzi egység, azaz a sugara 40. Ezután már ki is lehet törölni a két segédegyenest. Össze kell kötnünk ezeket a köríveket. A belső körív sugara 40 rajzi egység, menjünk a kör eszközre, és válasszuk ki az érintő-érintő sugár opciót. Adjuk meg az első érintési pontot, majd a másodikat, és gépeljük be a parancsolba, hogy 40. Megkaptuk a körívet. A metszéssel távolítjuk el a felesleges részeket a körről. Most a külső körívet fogjuk kiszerkeszteni, annak a sugara 120 rajzi egység. Ez a körív is a kisebbik és a nagyobbik körünket érintőlegesen kapcsolja össze. Belemegyünk a körparancsba, majd kiválasszuk az érintő-érintő sugár opciót. Klikkeljünk az érintési pontokra. Ezután gépeljük be a parancsolba a kör sugarát, ami 120 rajzi egység. Ha minden jól ment, megkapjuk ezt a kört. Most is a metszéssel vágjuk ki azt a részt, amire nekünk szükségünk van, jelöljük ki a két főkört, majd klikkeljünk a körív egy olyan pontjára, ami azt a körív szakaszt jelöli, amire nincsen szükségünk. Enterrel befejezzük a parancsot, és látszik, hogy már nagyon szépen kirajzolódott a rajzelemünk. Ezután szerkesszük meg a kör közepén lévő, a nagyobbik kör közepén lévő sokszöget. Ez egy 6 oldalú poligon lesz, használjuk ezért a poligon eszközt. Sokszög, azaz poligon. Kiválasztjuk, meg kell adni az oldalak számát, ez ugye a kacsacsőrök között most 4, írjuk át 60, meg kell adnunk a poligon középpontját, ami a nagyobbik kör középpontja lesz, ezután meg kell adnunk azt, hogy beleírt vagy köré írt kört válasszunk, és ennek a sugara, miután beállítottuk az irányát a sokszögünknek, 13,5 rajzi egység, mert ha majd megnézzük a kiindulási rajzunkat, azt látjuk, hogy 27 a két szembelévő oldal közötti távolság, azaz
A körnek a sugara így 13,5 rajzi egységre fog adódni. Enter. Sajnos, miután Entert ütöttem, nem a megfelelő helyzetben maradt a sokszögünk, de semmi baj, jelöljük ki, majd a forgatás parancsal állítjuk a megfelelő helyre. Ugye a kör közepét kell megadnunk, mint forgatási középpont, majd szépen 90 fokkal forgassuk el. És most már megkapjuk a helyes állását a körnek. Tulajdonképpen ez eddig gyerekjáték volt. Most a rajzelemünk jobb szélénél látható eszköz részletet fogjuk kirajzolni. Először is húzzunk egy egyenest a körünk, a nagyobbik körünk alsó negyedelő pontjából kiindulva. A hossza legyen tetszőleges. Ezután jelöljük ki ezt a vonalat, valamint a körünket, és forgassuk el 45 fokkal. Természetesen a forgatási középpontunk most is a nagyobbik kör középpontja. 45 fok pozitív irányba. Megkaptuk az egyenesünk irányát. Ha megnézzük majd a kiindulási rajzunkat, azt láthatjuk, hogy ehhez az egyeneshez képest 40 egységre van a rajzelem másik oldala. Ezt a párhuzamos eszközzel ki tudjuk szerkeszteni. Menjünk bele a párhuzamos parancsba, adjuk meg az eltolás mértékét, majd azt a rajzelemet, amit el szeretnénk tolni. Már is kiszerkesztettük a másik oldalt. Most egy pillanatra lépjünk vissza a kiindulási rajzunkhoz. Látható, hogy a két fő egyenes, ami ugye meghatározza ennek a rajzrésznek a geometriáját, már megvan, kiszerkesztettük. Az a kérdés csupán, hogy hogyan tudjuk a magasságilag is kiszerkeszteni a rajzelemet. Azaz, magasságilag hogyan tudjuk határolni az egyeneseinket. Látható, hogy a méretezés szerint egy 64 egység sugarú körív kerekíti le idézőjelekben ezt a két egyenest, ami ugye első blikre nehezen értelmezhető. De ha azt tudjuk, hogy ez a méretvonal mindig ugye a körív közepe fele mutat, akkor láthatjuk, hogy ennek a körívnek a középpontja is ez a pont itt, ami ugye a nagyobbik körünk középpontja. Azaz, ha szerkesztünk ebből a középpontból egy 64 egység sugarú kört, az gyönyörű szépen ki fogja metszeni ezt a szakaszt. Utána már csak annyi a feladatunk, hogy 6 egységgel és 10 egységgel kerekítsük le. Csináljuk ezt most meg a modelltérben. Menjünk bele a körrajzolás parancsba. A kör középpontja a nagyobbik körünk középpontja, majd adjuk meg a kör sugarát, ami 64 rajzi egység. Ezután már a metszés parancssal tudjuk határolni az egyeneseink végpontját, valamint a körből is ki tudjuk vágni azt a szakaszt, amire nekünk szükségünk van. Ezután vágjuk le még a belógó részt, és kerekítsük le a csatlakozási pontokat. Itt is ugye a kör érintő sugáropciót válasszuk. Legyen 6 rajzi egység ugye a lekerekítés, majd metszés parancs, meg is van a lekerekítés, még ezt a sarkot kell lekerekítenem, tehát körparancs, érintő-érintő sugár, egyik érintés, másik érintés, és 10 a rajzi egység, ami a sugár, metszés, leszedjük a felesleges részeket,
és pillanatokon belül elkészül a rajzelemünk. Látható, hogy az első pillantása bonyolultnak tűnő szerkesztési feladat pár jól megválasztott autókert parancssal könnyen véghez vihető.